Teljesen felfordult az eddig megszokott élet a bátaszéki foci csapat körül. A klub vezetés a nyáron távozók helyét feltöltötte, valamint teljesen új alapokra helyezte a szakmai vonalat. A tavalyi évad végén a szakosztály vezetési, illetve az edző lemondott. A mi feladatunk az volt, hogy egy új csapatot, illetve ugye új edzőt, új csapatot építsünk, és ennek megfelelően nekivágtunk a munkának. Az első az edzőnek a megszerzése volt, ami a legfontosabb volt, hiszen ehhez kellett igazítani utána az összes többit. Nagyon örülünk annak, hogy számunkra a megye egyik legjobb edzője, Buzás Attila elfogadta a felkérést, és a Tolnai és a Gerjeni kaland után Bátaszéken is belevágja azt a bizonyos fejszét a fába. Reméljük, hogy sikeres lesz. Az ő kérése alapján erősítettünk, illetve a fő célpont az volt, hogy hozzuk vissza azokat a bátaszéki játékosokat, akik az elmúlt időszakban Szekszárdra, Paksra, illetve az ország különböző pontjaival szétszóródtak. Ez jól sikerült, hiszen a Hén testvérek, a Berényi Szilveszter, az IFI-ből fölhozott négy játékos most az mutatja, hogy igazából egy jó bátaszéki gerinc lesz, illetve meg tudtuk tartani azokat a rutinos játékosainkat, akiket szerettünk is volna megtartani, akik már régóta itt vannak, és a nézők ugye ismerik őket. Az edző személyén és az új játékosok érkezésén kívül egyéb változások is végbe mentek a klub házatáján. Gyökeresen megváltoztatták a szakvezetés munka megosztását is. A másik része a szakosztálynak az összerakása volt, ami most nem egy egyszemélyes szakosztály lett, hanem nagyon sok feladattal, külön feladattal ellátott ember végzi a munkát, és ez most az elmúlt két hónapban úgy néz ki, hogy nagyon jól működik. Van, aki a szakmai munkáért felel, van, aki azért, hogy mondjuk a csapatnak a hétvégén jó kaja legyen főzve, van, aki a szponzorokat szerzi és a pénzügyi dolgokra figyel oda, van, aki az edzővel tartja a kapcsolatot, és a játékosokkal is ugye próbál kommunikálni. Úgyhogy ez a munka most az elején van, de szerintem jól indultunk el és jól sikerült. Mind az edzőnek, mind a játékosoknak a célkitűzése az volt, hogy tehát nem próbáltunk meg nagy terhet tenni a vállukra, hanem próbáltuk azt, hogy épüljön ez a csapat föl ősszel. Nézzük meg, hogy tudnak összecsiszolódni a játékosok, hiszen most érkezett 8 új játékos, azért ez egy nagy mozgás a keretben. És tavaszra legyen a csapat éles. Az, hogy ez most a harmadik helyre, vagy az ötödik helyre, vagy éppen hova lesz elég, azt nem tudjuk, de szeretnénk a nézőinket visszacsalogatni, szeretnénk azt, hogyha újra menne a dob, a füst és a szurkolása a mérkőzések után és a mérkőzések közben, illetve egy kicsit megújítottuk most megint a brandet, 110 éves a klubunk, 1912-ben már fociztak a bátaszékiek a feljegyzések szerint, és erre a 110-es évfordulóra kitaláltunk egy ilyen új brandet, lesz baseball sapkától kezdve a szurkolói mezen keresztül nagyon sok minden, ennek a megvásárlásával is támogathatják a nézők, illetve a szurkolók a csapatot. A szurkolói termékek megvásárlása mellett támogatói jegyek vételével is hozzá lehet járulni a klub kasszájának gyarapodásához. A jegyárakat megemeltük, muszáj volt, ugye minden emelkedik, ezt is muszáj volt megemelni, 700 forintért ezentúl a bátaszéki pályára a megye egyes labdarúgó mérkőzésre be lehet jönni, illetve ami újdonság, hogy 1000, 3000 és 5000 forintért támogatói jegyeket is nyomtattunk, ilyen szép kis dizájnos különböző színekben, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, hogy nem csak a belépő jegyet venné meg, hanem egy ilyen összeggel támogatná a csapatot, akkor ezt is megteheti. Három ember felel igazából a pénzügyeinkért, ketten tartják a kapcsolatot az edző, a játékosok és ugye a külvilággal idézőjelben. Van egy utánpótlás szakágvezetőnk, aki szintén segít ebbe a dologba. Ketten figyelnek arra, hogy a pálya környéke, a biztonsági személyzet, a főzés, a mindenféle ilyen dolog jó legyen, és van egy titkos segítőnk, aki a háttérből segít, akit nem szeretnék most megnevezni, most ugye nem is mondtam még neveket, ő pedig nagyon azon van, hogy a pénzügyi dolgainkat megerősítsük. A szezonban minőségi keret áll Buzás Attila rendelkezésére, komolyabb célkitűzések azonban még nincsenek számukra. Eléggé új vagyok itt ebben a közegben, régebb ugye sokat voltam itt ellenfélként,
most belekóstoltam itt a helyi levegőbe. Azt kell mondjam, hogy egészen jó és szimpatikus élmények értek. Dolgozunk keményen, a játékos állomány úgy hiszem, hogy ideálisan jó ehhez az osztályhoz. Az, hogy milyen eredményt fogunk elérni, azt még pillanatnyilag nem tudom megmondani, meg nem is jósolgatnék. Meglátjuk, dolgozunk. Eddig is így tettem mindenütt, ahol voltam. Itt is úgy lesz. Véleményem szerint itt jó képességű játékosok voltak is, illetve jöttek is a nyáron. Hogy ebből kell majd valami olyan egységet összehoznunk, ami majd győztes csapattá válhat. Nagyon bízom benne. Az a célkitűzésünk, hogy minden lehető olyan mérkőzést, amit képesek vagyunk megnyerni, azon győzzünk. A csapat teljes fiatalításon ment keresztül, ami akár a sikerkulcsa is lehet a jövőben. A felkészülésünk az egész jól sikerült, úgy gondolom, bár én sokat sajnos nem tudtam részt venni benne különböző okok miatt, de nagyon jól sikerült a csapat felkészülése, viszont teljesen kicserélődött a gárda. Most elég sok a fiatal, velük próbálunk meg a következő idényre készülni, és a lehető legjobb eredményt elérni majd. A tavalyi gárdában talán, hogyha 5-6 játékos maradt, úgyhogy most teljesen kicserélődtünk. Viszont most legalább minden poszton van egy, illetve kettő bevethető játékosunk, úgyhogy talán ez is egy kicsit föl fogja dobni a srácokat, majd lesz egy kis harc, úgymond a posztokért, úgyhogy én várok mindenkit minél jobb teljesítményt. Nagyon bízom benne, hogy mivel fiatalok, nagyon motiváltak is ezáltal, úgyhogy abban sok mindent lehet majd kompenzálni, úgyhogy bízok, hogy tényleg minél jobban fognak majd teljesíteni a srácok. A szezon őszi része az összeszokásról fog szólni, de tavaszra remélhetőleg már egy ütőképes együttes fog harcolni a bajnoki címért.